Január 22-e a himnusz születésnapja. Kölcsey Ferenc 195 évvel ezelőtt ezen a napon fejezte be nemzeti imánkat Szatmárcsekén. Erre emlékezve 1989 óta a Magyar Kultúra Napját is ünnepeljük. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Szatmárcseke önkormányzata a Kölcsey Társasággal közösen emlékezett előbb szombaton Nyíregyházán, majd vasárnap a Szatmárcsekei Református templomban. Kölcsey himnusz kézirata, valamint Erkel Ferenc megzenésített változatának kézirata érkezett Nyíregyházára péntek délután a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A nemzeti erekének ez az ötödik állomása az országban. Kölcsey kéziratán az 1823. január 22-i dátum szerepel, amelyet a költő maga írt fel a papírra. Azonban 1929-ben, amikor nyomtatásban először jelent meg a himnusz, akkor a nyomtatott verzió alatt nem szerepelt a dátum, illetve az alcím sem, amely a kéziraton viszont rajta van. Ennek a kéziratnak a története rendkívül érdekes. Többek között azért is, mert fölhívja a figyelmet Erkel muzsikájára. Erkel Ferenc 1844. március-április táján zenésítette meg a himnuszt. Tudjuk, hogy egy pályázat keretében történt ez. A pályázatot az akkori Nemzeti Múzeum igazgatója írta ki. 1844. február 9-én kelt a kiírás, és márciusban jelent meg. Többen pályáztak, a pályázat első helyezettje Erkel Ferenc lett. A bírálóbizottság az ő munkáját tekintette a legjobbnak. Tudjuk, hogy 1844. június 15-én hirdették ki az eredményt, és július 2-án mutatták be. Erkel többször vezényelte ezt a művet. A látogatók a kéziratokat a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei ünnepségen tekinthették meg a megyeházán szombaton. Vasárnap Szatmárcsekén is ünnepséget tartottak, itt ökumenikus istentisztelettel emlékeztek meg a Magyar Kultúra Napjáról, majd megkoszorúzták Kölcsey Ferenc síremlékét is. Dr. Csorba Sándor, professzor emeritus, a Kölcsey Társaság alapítója a vendégem. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban. Köszönöm szépen. Egy kis múltidézésre szeretném invitálni itt néhány percben. Hogyan is alakult meg a Kölcsey Társaság? Honnan indult a Magyar Kultúra Napja létrehozásának az igénye? A megye számára ez egy gyönyörű pillanat, és ebből a pillanatból mai napig tartó hosszú folyamat élelődött és bontakozott ki. Rendkívül érdekes helyzetben 1987-ben vetődött fel annak a gondolata. Gyúró Imre, a megyei tanács akkori elnök helyettese hivatott be a szobájába, és arról beszélt, hogy a fehérgyarmati térség messze esik mindentől, jó lenne ott egy kis pezsgő életet kialakítani. Mit csináljunk? Kiderült, hogy jó lenne egy Kölcsey Társaságot alapítani, és ennek az alapításnak aztán a lassú lépései tényleg nem kis félelmek közepette, de rendkívül erőteljesen elindult. Együtt kimentünk Fehérgyarmatra, és ott rögtön az első alkalommal már arra az álláspontra jutottunk, hogy akkor alapító tagok legyenek, ki legyen az a 10 ember, aki meri aláírni ezt a papírt. Akadt, bőven akadt, sőt, rendkívül nagy érdeklődés bontakozott ki, és ebben a legszebb és hát a leghamvasabb pillanat az volt, hogy a következő év, tehát 1988. január 22-ére a himnusz megalapítása, vagy a himnusz véglegesítésének az időpontjára készen voltunk, megalakult az előkészítő bizottság, és ez olyan gorbacsovi idő volt már, az italozást erősen tiltották a hivatali helyeken, majdhogy nem titokban, de csak félig a pohár pezsgővel mégis előkerült, és kocintottunk.
És elénekeltük a himnuszt. Mik voltak a legfontosabb célok, és milyen programot tűzött ki maga elé az első években a Kölcsey Társaság? A Kölcsey Társaság oly erősnek bizonyult a megyebeli és az országos, ha azt mondom, hogy ugye az akkori kultúrpolitikában a megyéből származó Király István, vagy a megyéből elszármazott egyetemi tanár Cine Mihály, vagy itt a szomszédban, Nagykálóban lévő Radkó József, sorolhatnám, hihetetlenül sokan csatlakoztak ehhez a társasághoz, és nagyon kinyílt a szemünk, annyira kinyílt, hogy észrevettük, hogy Budapesten a Kölcsey szobor a Batthyány téren rendkívül elhanyagolt állapotban van, rendbe hozattuk. Elmentünk Sződemeterre, a Kölcsey Ferenc szülő helyére. Nem engedtek be a házba, hova mehetnénk, a templomba mentünk, a templom düledező volt, kivel beszéljünk. A kocsmában alig-alig, de legalább ott találtunk egy-két magyarul beszélőt. Tehát román környezetben voltunk, hogy itt keresztelték, tető nem volt, megcsináltattuk. Semmi emlék nem volt róla. Szobrot állítottunk Kőpál kérésünket teljesítve. Aztán volt ott egy régi emléktábla, amit megújítottunk. Nem akarok dicsekedni, de néhány nap múlva kukoricásban találták meg összetörve. Szóval nem Mi nagyon kinyitottuk a szemünket, de hogy ránk aztán hogy néztek. Ugye ez elég, hogy mondjam, szép, lassú folyamat volt. De ha itt gyorsan akarok közbe lépni, hogy hova jutottunk és mit csináltunk, akkor azt mondom, hogy egy kis összekunkorodott kérdőjel volt ez az egész társaság, és most éppen a mostani ünnepségen derült ki, hogy már felkiáltó jel. Már ide is bejövünk a stúdióba, már az újságban is egész oldalt szán neki a sajtó, és hát nem csak ez, hanem az, hogy tettekben is megnyilvánul az ifjúság. Nagyon kemény munka volt ez, hogy ebből a kis Szatmárcsekéről, Szatmárból induló kis kezdeményezés ennyire országosan évről évre ismétlődő rendezvénysorozattá tudott Mondhatom, válni. Hogy mindenki számára kemény dió volt, de ezt a diót volt, aki törte. Ez volt Hamar Péter, aki Fehérgyarmaton volt akkoriban kollégiumigazgató, és ő szívét, lelkét adta ennek az ügynek, de nem csak azt, hanem tettekben mozgósított. Csak érdekességként mondom, amikor január 2-án találkoztunk, megkérdezte, hogy befizetted már a tagdíjat? Hány tagja van jelenleg a Kölcsey Társaságnak? A Kölcsey Társaságnak jelenleg azt mondhatom, hogy 1000 körüli tagja van. Akkor 250-en voltunk alapító tagok. És ez a társaság, ha azt mondom, hogy Penyigéről, akkor érthető, vagy Máté Szalkáról, de mondom, hogy Kecskemétről, vagy Budakalászról, vagy Miskolcról, tehát valóban országos szervezetté alakult, és olyan társasággá, amelyik mindig kereste a munkát, és mindig meg is találta. Tettekben nyilvánult meg. Társasági füzetet indítottunk, és ez a társasági füzet, most a 22. száma az utolsó, ha valaki kezébe veszi és megnézi, láthatja, hogy teljes mértékben körbejártuk Kölcsey iskolahelyétől kezdve egészen a gazdaságán át a legfontosabb területig, nyilvánvalóan ugye a megyében való politikai szerepléséig, a főjegyzőségig.
Tanár úr, köszönjük, hogy befáradt a stúdióba, és jó egészséget kívánunk a további munkához. Nagyon kedves, köszönöm szépen.